Most érkezett a Csömöri gokartpályára a nagytalcsai Körmőci család. A külsőségek alapján látható, hogy közülük ketten a motorsportban érdekeltek. A kicsi Ákos még nem versenyez, pedig Gergő és Balázs ilyen formák lehettek, amikor először ültek a gokart volánja mögé. Mikor kezdtél el gokartozni? 4 évesen. És a tesód? Ő is. Miért jutott eszetekbe, hogy ti gokartozni akartok? Hát nekünk nagyon tetszett. És hol láttatok ilyet? Vácon. Ott is van egy ilyen pálya, és akkor ott láttátok, hogy valaki más gokártozik, és nektek is megtetszett, igaz? Pár perce még esett az eső, nem száradt fel a pálya. Rendes körülmények között a fiúk most itt nem edzenének, csak a kedvünkért tesznek néhány kört. Ön is sportember, ugye? Szeret sportolni? Inkább szeretek sportolni, igen, igen. Mit is? Hát én inkább teniszezem. Meg hát régebben kiskoromban én is teniszeztem, meg nekem édesapám kardió volt, válogatott olimpikon. Nevét megmondja? Körmözi Csaba. Fontos tudnivaló, Balázs és Geri versenygokartjai az itt láthatóknál azért komolyabb erőt képviselnek. Honnan lett nektek járművetek? Apa vett. És mindjárt kettőt? Igen. Hát akkor most is van nektek két gokártotok, mind a kettőtöknek egy saját. Igen. És ki szokta karban tartani? Van nekünk egy szerelőnk. Aha. Kettő szerelőtök. Igen, egy-egy. Olyan furcsa ez a dolog, ugye, mert hogy az ön háta mögött van egy olyan cég, ahol nagyon sok száz lóerő dübörög, ön teniszezik, eközben a kicsik meg egy más sportágat választottak. Mit gondolt ön erről? Hát ez egy érdekes dolog, lementünk Vácra kipróbálni, igazából ott volt ilyen kétüléses gokart, kipróbáltuk, és ott volt egy náluk akkor 2 évvel idősebb kisfiúnak egy ilyen pici gokartja, és akkor kérdeztem tőlük, hogy van-e kedvük beleülni, és akkor mondták, hogy van, és akkor így indult ez az egész. Utána ugye egy gokartjuk volt, akkor kellett ugye még egyet vegyek, mert ugye ikrek, hogy ne kelljen egymásra várniuk, és akkor így ez kialakult. Utána jöttünk erre a pályára, akkor már ilyen 4,5 évesek voltak, és akkor itt megengedték, hogy itt menjünk. És akkor ide lejártunk, hogy akkor még oldások voltak, és akkor itt kezdtünk el gyakorolni. Szóval óvodások voltak, anyuka, apuka mit szólt, amikor úgy el kellett engedni a gyereket? Én arra emlékszem, hogy van egy gyerek, aki ekkor tanul meg biciklizni. Hát az elején furcsa, meg furcsa, hogy gyorsan megy a gokart, de igazából utána már, hogyha úgy megszokják a gyerekek, több balesete történt amiatt, hogy elment focizni és eltörte a kezét. Mondjuk volt nekünk is egy balesetünk sajnos pont, amit említettek ott Győrbe, hogy egymásnak mentek véletlenül, mert ez egy zárt pályán volt, és a kanyarból, hogy kijöttek, nem látta az egyik a másikat, és ott eltörtük egyszer a kezünket, de amúgy semmi különösebb probléma még nem volt. Ütközések ilyenek vannak, de amúgy nincs több baleset, mint egy fotballpályán, vagy egy kézilabdapályán szerintem. Egy osztályba jártok? Igen. Többiek tudják, hogy ti versenyeztek? Igen. És mit szólnak a... Mit szólnak az osztálytársak? Hát jót is. Valamikor nem szoktak. Milyen tanulók vagytok? Hát én ilyen 4-es, 5-es, 3-as. Én 5-ös, 4-es. Mi volt ez a legutolsó verseny, amin részt vettetek? Mikromax országos bajnokság. Ti folyton rivalizáltok egymással? Igen. És hogy is volt ez, hogy ugye egy darabig te vezettél, és? Hát utána 3-szor kizártak, és így lecsúsztam. Hányan versenyeztetek ezen a Mikromaxon? Úgy 14-en. Hobbinak indult, most pedig kimondottan versenyzők vannak itt a környezetünkben. Hát igen, megyünk tovább, ugye most a Gergő megnyerte ezt a magyar bajnokságot,
a Balázs harmadik lett. Ilyen-olyan okokból sajnos tényleg egyszer kizárták, meg egyszer egy ilyen fúvókát mértek, és az elcsavarodott, és nem volt meg a, tehát vannak különböző szabályok. És akkor ő így hátrébb szorult, harmadik lett. Hát most megyünk egyen nagyobb kategóriába, aztán... Ez mit jelent, hogy egyen nagyobb kategória? Az annyit jelent, hogy egy kicsivel nagyobb a váz, illetve erősebbek a motorok. Már a mi mostani motorjaik azok olyan 6-8 lóerős motorok, a következő az meg ilyen 12-13 lóerős motorok. Micromaxról beszéltünk, mi a következő kategória? Azt meg úgy hívják, hogy Minimax. Az a motor ugyanaz, csak már nincsen annyira leszűkítve, tehát így lehet kategóriánként följebb menni. Meg évkortól, ugye ők most már 11 évesek elmúltak, és akkor 12-13 éves korban lehet ebbe a következő kategóriába, vagy Minimax kategóriába menni. Azt gondolom, hogy akkor fel kell készülni a következő évtizedekre, csak sikeres vállalkozással lehet ezt a sportágat hát tovább folytatni. Vagy esetleg szponzorokkal, inkább, mert van egy határ, ameddig ugye az ember talán saját maga tudja finanszírozni, de utána szerintem csak szponzorokkal lehet. Ez a mostani Magyar Bajnoki Kupa, itt majd mindjárt megmutatjuk, itt van álltatok mögött. Ezen kívül korábban milyen versenyeket nyertetek még, amire szívesen emlékeztek? Első hely. Hol? Hát például Győrben. Aha. És te, mire emlékszel szívesen? Hát én is Győrre, ott is nyertem egy elsőt utolsó helyről, az nekem tetszett. Mennyivel megy egy ilyen gokart? 80. Nekem azt mondta, tehát így a pályán, amikor versenyeztek, akkor 80%-al repeszt a jármű? Igen. Az eső ellenére az edzés ma is meg lesz. A család innen a fővárosi Róbert Károly körútra indul, ahol fedett pályán elektromos járművekkel tartják szinten a fiúk a formájukat.